Az idei első komolyabb hőhullám sújtja Szerbiát. A hét közepére 38 Celsius fokot jeleztek előre a meteorológusok, de a hét hátra lévő részében várhatóan 40 fokig is felmelegedhet a levegő. A hatalmas kánikulát egy Afrikából Európába nyomuló anticiklon okozza. Románia déli részén ugyancsak megközelíti a 40 fokot a hőmérséklet. Bukarestben, a fővárosban az emberek tavaknál és szökőkutaknál keresnek enyhülést a trópusi hőség ellen. A Copernicus Klímafigyelő Intézet közlése szerint az előző hónap volt az eddigi legmelegebb május, amelyet valaha is feljegyeztek, sőt, Zsinórban a 12. hónap volt a világon, ami rekordmelegnek bizonyult. Szászország egyes részein eközben zivatarok és viharok söpörtek végig. A Németország keleti részén fekvő tartományban hatalmas széllökések voltak. A helyi katasztrófavédelemnek sok helyszínre ki kellett vonulnia, mert villanyvezetékeket és tetőket tépázott meg a viharos erejű szél.